A középkori magyar királyságban Erdély királyföldjén volt egy önálló közigazgatási terület, amelyet központjáról Sejkszéknek neveztek. A szászok alapították élén a király által kinevezett kerületi grófállott. Ügyeiket maguk intézték, vezetőiket választották. Ezen a Nagyszeben és Medgyes közé eső dombvidéken, a szászok közé ékelődött magyar nemesi birtokokon magyar földműves települések alakultak. Sejkszék végül a 16. században elvesztette önállóságát, de elnevezése a 19. századig élt a köztudatban. Aztán a szászokat és a magyar urakat elűzték ősi földjükről. Erőd templomaik és várkastélyaik már gazdátlanul romosodnak, ám élnek még itt magyar közösségek, akik ha szorványban is, de kitartanak. Kis Csűrből indulunk. Nagy Csűr és Kakasfalva után Szelindek és Rüsz következik, majd Nagy Sejkről letérünk a Bolya völgyébe, ahol Mihályfalva és Bolya után benézünk a sálfalvi Mihály kanyomba. Mardostól visszakanyarodunk Kis Sejkre, hogy végül Csicsóholdvilág, Szászegerbegy, Asszonyfalva és Nagy Baromlak érintésével menjünk Kiskapusra. Vízaknától délre, lankás dombok aljában van a Szeben megyei kis csürkössége. Ősi királyföldi szászfalu, mit bizonyít a közepetáján emelkedettebb helyen épült evangélikus temploma. Így szól a fám a kis csürről és Árpád-kori Szűz Mária templomáról. A falut, ahogy a vidéket alaposan megpróbálta a történelem. Előbb a törökök, aztán Mihály Vajda, később a kurucok dúlták, majd tűzvész és 1977-ben még földrengés is pusztította. De ez még kevés lett volna ahhoz, hogy a németek eltűnjenek innen. Ahhoz már a 20. század isten és embertelensége kellett, hogy a románok kerüljenek túlsúlyba. Az 1848-49-es szabadságharc idején ez a térség Bem-erdélyi harcainak egyik legfőbb színtere volt. Úgyhogy innen indulunk az erdélyi honvédsereg nyomában, Sejkszék felfedezésére. A szomszédos Nagy Csűr például nagyszabású középkori temploma mellett arról is nevezetes, hogy bemetés csapatát a helyi evangélikus lelkész látta vendégül a templom szomszédságában. Aztán lezajlott a rossz emlékű nagycsűri ütközet, ami a szabadságharc utolsó nagy erdélyi csatájaként írta be magát a történelembe. De a II. Világháború után a németeknek sem volt maradása. 1945. januárjában több mint 200 lelket deportáltak a Szovjetunió haláltáboraiba. Akik meg itthon vészelték át a kommunizmust, azok 1989-től kivándoroltak Németországba. Nagy Csűr északi szomszédja, a középkori Kakasfalva öreg templomában sem szól már németül az ima és a gregorián. A hagyomány szerint 1493-ban a törökök földig rombolták a települést. A templomnak is csak egy csonka tornya maradt meg. De ezután még volt ereje a szász közösségnek újjáépíteni, erődíteni és élettel megtölteni. Aztán 1945-ben itt is elindult a kíméletlen száztalanítás. A Medgyes felé hullámzó táj egyik dombocskáját a szászok egykori harciasságát hirdető Stolzenberg, azaz Szelindek büszke vára koronázza.
A 14. században épült erősségnek volt mitől és kitől megvédenie a szászokat. 1529-et írtak, amikor Szapolyai János megbízásából Báthori István foglalta el Szelindeket. De a szászok a fősereg tovább vonulása után még aznap éjjel visszafoglalták. 1602-ben Székely Mózes, 1658-ban a törökök, 10 évre rá már a tatárok foglalták el a települést. De a menedékvárba húzódó szászok megmenekültek. Utoljára a kurucok vették be, majd miután a javítási munkálatok a pestis járvány miatt félbe maradtak, a vár sorsára hagyottan pusztulni kezdett. Tartják még a masszív falak Szelindek középkori eredetű evangélikus erődtemplomát. 1816-ban Kazinczy Ferenc is megfordult Szelindeken, de visszaemlékezése szerint a szász gazdák hűvösen fogadták. Aztán eljött 1849. januárja, amikor a paplakban szállt meg Bem József tábornok, s így csatlakozott seregéhez Petőfi Sándor is, mielőtt Nagyszeben bevételére indultak. Szelindeken volt Petőfinek először alkalma részt venni valódi csatában. Szelindek katlanában a Szeben-Medgyesi országúton folyt le a január 30-i csata. A katonák éppen úgy viselték magukat ez alatt, mint a vezér. Nyugodtan, sőt vígan. Volt cigányzene, dalárda, mely az esti órákban Bemnek, aztán Petőfinek tisztelgett, ki megvendégelte őket borral, szivarral. Így vidám hangulat uralkodott a csatanapján is, mely minden oldalon az ellenség visszavonulásával végződött. Honnan tudhatnánk, hogy hol van Szelindek és Rüsz határa, ha még az itt élők sem tudták eldönteni? A rüssziek nem kevesebb, mint 400 éven keresztül folytattak határpert a szelindekiekkel. De ma már mindegy is. 1947-ben Szelindek községhez csatolták a falut evangélikus templomával és az 1858-as földcsuszomlás során elferdült harangtornyával együtt. Valljuk be, nem így képzeltük Sejkszék egykori névadó központját, Nagy Sejket sem. Pedig nem akármilyen múltja van. 1541-ben még országgyűlést is tartottak benne. 1705-ben 7000 kuruc szállta meg, akiket aztán a császáriak 2 év múlva legyőztek. 1849. januárjában Bem főserege itt is megpihent. Aztán addig viaskodtunk a szászokkal, hogy végül mindketten kikoptunk innen, miközben nevető harmadikként a románok kerültek többségbe. 1935-ben, míg a középkori templomban a húsvét vasárnapi istentisztelet tartott, le is rombolták a szász szabadságjogokra emlékeztető pellengért. A Bolya völgyébe kanyarodunk, s azon morfondírozunk, vajon mitől lett volna jobb sorsa Mihály falva szászainak? Csak néhány jellegzetes ház gót felirata és a magára hagyott omladozó evangélikus templom emlékeztet a hajdani Mikkeldorf német lakóira. A régi Tóbiás kastély állapota azt sugallja, hogy a magyaroknak is vége van már a faluban. De van itt egy szép új épület, a református parókia kertjében, ami mégiscsak a magyar életet hirdeti. A szorványközösség gyülekezeti házában a lelkipásztorral, Zsebe Attillával beszélgetünk múltról és jövendőről. Ez a dél-erdélyi régió egy csodavilág, viszont ebben a csodavilágban is élnek, hál' Istennek, magyarok, és vannak magyarok, és nap mint nap küzdünk, nap mint nap harcolunk a megmaradásunkért, az élni akarásunkért. Ez a Szalánczy ház 2004 és 2008 között holland támogatással épülhetett fel. Itt a szorványok szorványaiban mindig is voltak itt, és mindig is éltek magyarok is, románok is, és szászok is. Viszont a sajnálatos mód az, hogy
manapság, tehát 2023-ban egyedüli 100 lelket számlál Mihály falva. Tehát kicsit megváltoztak az arányok. Megváltoztak az arányok nagyon. Kicsit. Igen. Amióta itt vagy 23 év alatt, azért a tendenciák nem a legjobb irányba mutatnak, hisz fogyunk. Sajnos igen, sajnos ez így van. Minden esztendőben sajnos több a temetés, és voltak olyan esztendők is, amikor nem volt egyáltalán keresztelő. Ha szolványvidéken vagyunk, akkor nyilvánvalóan nagyon sok a vegyes házasság, és vannak csodák, amikor tényleg a vegyes házasságból születő gyermekek is magyar iskolába mennek, de vannak olyan esetek is, amikor nyilvánvalóan a család a román nyelvű iskolát válaszza. Nagy Sejkkel és Hidegvízzel és Mihály falvával egyetemben 151 lelket számlál a közösségünk. Úgyhogy ezeket a szorványhelyeken lévő közösségeket még összefogjuk, és én is próbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy még ahányan vagyunk, éljük meg magyarságunkat, éljük meg közösségi élményként, tudjunk találkozni nem csak Isten tiszteletek alkalmával, hanem más alkalmakkor is a megmaradásunk szempontjából. Mihály falva református temploma 3 évszázada szolgálja a közösséget. Ezt a templomot Szalánci István és felesége Tüdi Margit építették az 1700-as évek elején. Azóta szolgálja ezt a kis közösséget. A mai napig hála Istennek, hogy ebben a templomban adunk hálát Istennek, és köszönjük meg Istennek az életünket, és kérjük Istennek a segítségét a gyülekezetünk életére. A Bolyai család Erdély legrégibb magyar családjainak egyike. Valószínű, hogy ősei a honfoglaló magyarokkal jöttek be és telepedtek le a Bolya völgyében, ahol a 19. század végéig éltek és birtokosok voltak. Ősi fészkük Bolya a Hidegvízpatak mindkét partján egy nagyon szűk völgyben fekszik. A község északi oldalán emelkedő dombon egy ódonkastély áll, amelynek első alapjait még a 13. században valamelyik bolyai, valószínűleg az első kimutatható ős Ákos rakta le. De amely, minthogy a bolyaiak netán elvesztették, napjainkig igen sok kézen ment át. A csendes kis falu Ódonvár kastélya, ami sokáig a Toldi családé is volt, rommá lett. Szászok már egyáltalán nem, de magyarok is alig élnek a faluban. A magyar iskola 1962-ben bezárt, mégis találkozhatunk és szóba is elegyedünk még egy honfitársunkkal, Szilágyi Józseffel. Hát akkor van itt magyar szó. Van itt, mind magyarok vannak, itt csak magyar házak vannak. Igen? Hány magyar él a faluban? Vajon, vagy 18-an, nem 20 család, ha még van. Kastélyból nem sok maradt. Aztán nem, csak éppen ami látszik. Fordva. Igen, a teteje sincs. Itt volt magyar iskola. Az volt oda fenn, ott van a volt bolyai farkas, hogy hallottam én is, hogy tudtam. Igen. Hogy ott fent van temetve, ottan. De ott majd lesz szobor is, ugye? Melszobor, bolyai melszobor a katolikus templomnál. Igen. Itt meg ott van a közvetlen. Megnézzük. Az elhagyott Sáros utcákat járva ne feledjük, a bolyai család olyan géniuszokat adott a nemzetnek, mint az 1775-ben született bolyai farkas matematikus Polihisztor, akinek a szülőháza helyére épült házat még megtaláljuk. Farkas legismertebb tanítványa saját fia, Bolyai János volt, akiből világhírű matematikus lett. A bolyaiak hagyatékát ma már a katolikus templom melletti parókián emlékszoba őrzi, amit Bocsomán Irma néni mutat meg a hazajárónak. Ez a bolyai farkas viszont a nagy ilyen matematikusán volt. Igen, na. Matematikus. Igen. Mint a fia is. Fia is. Azt nem tudom, mert elmentek rá, és én nem vagyok éppen olyan öreg, mert na.
Tehát ez most egy emlékkiállítás. Igen. Bolyai Farkas azon túl, hogy a Magyar Tudós Társaság tagjaként a magyar matematikai kutatás úttörője volt, számos más tudományos és művészeti területen is jeleskedett. Fiát Jánost is csak úgy emlegették, mint az erdélyi tudományosság legkiemelkedőbb képviselője, a geometria Kopernikusza. A kiállításba és a magyar szóba, mint utolsó szalmaszálba kapaszkodunk bele ezen a kiüresedő végvidéken. A Bolya völgyében feljebb húzódunk, hogy Sálfalva fölött egy ismeretlen, de annál különlegesebb természeti kincs nyomába eredjünk. A Kalvapatak egy rövid, alig 500 méter hosszú, de annál látványosabb helyenként a 20 méteres magasságot is meghaladó kanyont vájt magának a homokkőbe. Visszafelé a kanyomból gyalogszerrel is megszenvedünk a sárra. De úgy tűnik ezzel a dagonyával még a terepjárók sem boldogulnak. A hazajáró persze ahol tud segít. És ha úgy hozza az élet, akkor az elakadt offroadosokat is segít kiszabadítani a sár fogságából. Mardosnál térünk vissza a középkori szász templomok világába. Kis sejk gótikus erőd temploma még szépen tartja magát. Eredetileg a 13. században épült Szent Katalin tiszteletére. A tatárbetörések miatt megerősítették, átvészelte a török háborúkat és a későbbi tűzvészeket is. A település régi nagyságáról mesél, hogy már 1414-ben iskolája volt. 1494-ben vásártartó helyé nevezték ki. 1576-tól saját bírót választhatott magának, és Báthori Gábor fejedelem 1610-ben még három garasos érméket is veretett Kissejken. Sőt, 1661-ben Ali Pasa egyenesen országgyűlést tartott a településen, amelyen Apafi Mihály letette a fejedelmi esküt. Nem csak a szépen csengő neve miatt érdemes kiruccanni a nagy küküllőre hajló dombok között megbújó Csicsóhold világra. A 14. századi kőfallal kerített erőd temploma mindenképp megér egy misét. Azaz Isten tiszteletet már nem nagyon hallgathatunk benne, de dombjáról a kilátás remekül fest. Utunkba esik Szászegerbe egy középkori erőd temploma is. És masszív védfalak őrzik még Asszonyfalva 1300-as években épült, majd később Szász evangélikussá lett templomát is. A falu nevét a régi birtokosáról, a királynéről kapta. De a románok 1950-ben úgy döntöttek, egy tömeggyilkosról nevezik el, akinek nem átallottak még szobrot is emelni. A falu szülötte, Axente Sever azzal vívta ki magának az utókor elismerését, hogy 1849-ben szabad csapataival magyar ellenes vérengzéseket rendezett Abrudbánya és Nagyenyed környékén. Rossz belegondolni, hogy mire képes a pragmatikusan önző politika. Azok a művelt szászok, akik ilyen különleges templomokat emeltek, mint például a Küküllőmenti Nagybaromlak evangélikus temploma, képesek voltak 1848-ban a magyarok ellen összefogni a románokkal. Aztán 100 év sem telt el, és megtanulták, mi történik, ha román impérium alá kerülnek. Akkor már nem védte meg őket erődített templomuk sem. Templomtorony helyett egy gyártorony jelzi utunk végét. A Fekete Városba érkeztünk. A század előn felfedezett földgázlelőhely nyomán
1936-ban alapítottak koromgyárat Kiskapuson. Majd megkezdődött a cink és ólom termelése is a színes fémkohóban. Ám az áldás hamar átokká vált. A kommunizmus idején a lég- és nehéz fémszennyezés hatására tömegével betegedtek és haltak meg az itt dolgozók. Kiskapus Európa legszennyezettebb településének számított. Az 1990-es években aztán bezárt a hírhedt koromgyár. A munkások nagy része elköltözött, elhagyott lakásaikba cigányok települtek. De ne hagyjuk, hogy Kiskapuson maradjon a Fekete Város ragadvány név. Inkább vegyük fel ott a szállat túránk végén, ahol az elején kis csűrön felvettük. 1849. március 1-én határában küzdöttek meg Bem csapatai a császáriakkal. Keressük meg a korunk viharaiban is kitartóan álló magyarokat, akiket az egymással szomszédos Árpád-kori eredetű evangélikus és az új 18. századi katolikus templomok környékén találjuk. Petőfi kopjafájánál mindkét felekezet lelki vezetőjével, Varga Vince katolikus plébánossal és Horváth Csaba evangélikus lelkésszel találkozunk, hogy számba vegyük iskola és munka lehetőség híján, hol is tart a kiskapusi magyarság a 21. század hajnalán. Gondolom a szomszédi viszony az jó szomszédi. Jó szomszédok vagyunk, igen. Mit kell tudni a gyülekezetekről itt Kiskapuson? Hát ugye a reformációkor, ugye a reformkorba, tehát itt evangélikusok lettek a magyarok, akkor magyar közösség volt, ugye, tehát, és utána 1757-ből visszatértek páran katolikus hitre, és akkor 1779-ben szentelték fel a templomot. 100 évvel ezelőtt még mindig az evangélikusok voltak többségben, 80-as években fordult meg, hogy katolikusok lettek többen. Sajnos ugye tehát a korom ugye átokká vált, megélhet és megszűnt, ezért ugye tehát sokan ennek hatására is elmentek, fiatalok elmennek ugye tehát más városba tanulni, az ilyen tölle is, ott maradnak sajnos, tehát nem jönnek vissza. Ugye ez a probléma, hogy előregedő félben van a mindkét közösség sajnos. Próbálkozunk abban ugye, hogy hát megmaradásért valamit tenni. Viszont csak azt ismételgetni, hogy ez a szülőföld és itt maradás, megmaradás, ennél egy kicsit több kell most már. De mondjuk itt is nyilván a potenciál meg lehetne, hogy vonzóbbá tenni a vidéket, vagy akár ezeket a településeket, vagy ezt a települést. Ekkora etnikai többsége nem. Tehát ezzel a cigánysággal, ami itt van, már nem látom én kivitelezhetőnek. Egy darabig az ember még hisz abból, hogy megfordul és jobb lesz, de aztán eltelik 10 év, és akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, ennyi elég volt, és akkor tovább megy. Ez egy nagyon szép múltú település, és nagyon szép múlti gyülekezet. Hiszen azért telepítették be ide az embereket, hogy legyen egy helyőrség, aki Segesvár kereskedelmi útvonalat biztosítja, és a kereskedők nem lesznek kifosztva. Azért építettek ide egy kaput, innen jön a kiskapuból a kapu kifejezés, és ez a vámkapu, ez egy nagyon érdekes szimbólum, hogy össze volt építve a templommal, mert ugye megállt a kereskedő a szekerével, és akkor megállt ez a szuronyos katona, és akkor megkérdezte, hogy állj meg, mi van a batyuba, mit viszel? A vámkapu eltűnt, de a templom még mindig megállásra kényszeríti az embert. Állj meg, Vanda, hova mész? Hova ez a nagy rohanás? Állj meg, mi van a szívedbe? Mi van a batyuba? Mit tettél? Mit viszel? Mit cipelsz? Ennyi maradt nekünk a templomunk. Állunk a bástyán, amíg lehet, amíg még egy magyar család még van, és vigyázunk, és őrizzük a tüzet, mert ez a... Most mi vagyunk a tűzfelelősök, mi kell tápláljuk és tartsuk a tüzet, akár az anyanyelv, akár a hitnek a tüzét, mert ha mi nem, akkor ki. És
nem csak az anyanyelvet őrizzük, hanem egy nagyon ritka dallamot is. Ez a kiskapusi passió, ami ebben a Szörnyen Vastag könyvben benne van. Ez a passió egy 1700-as évekből származó ritkaság. Mi még őrizzük, minden évben elénekeljük, még vagyunk, még itt vagyunk. A passió él és élni fog. Mi mással, mint a kiskapusi passió égbeszálló nagypénteki imájával zárjuk az elsüllyedt szorványokat végigpásztázó túránkat az egykor volt sejkszéken. Irgalmazz nékünk, Úristen! Krisztus, irgalmazz mi nékünk! Úristen, irgalmazz mi nékünk!